A dohánytermesztés az egyik legjövedelmezőbb kultúrák közé tartozott, mára azonban sokan felhagytak a termesztésével. Györe Géza 30 éve foglalkozik dohánytermeléssel. Szerinte a növény ára 20 éve nem változik, és az állami támogatást is megvonták. Ennek ellenére a munkaigényes kultúra nagyobb jövedelmet biztosít. Az idei év egész jó volt, mert éppen mire palantáltunk, lett tesső, és jó volt palantálni. A palanták még nagyon szépen, jó idő volt kora tavasszá, és nagyon szépen sikerültek. A dohánytermesztéssel többen felhagytak, miután előnytelen szerződéseket kínáltak a termelőknek. Az utóbbi időben azonban többen visszatértek rá, miután más kultúrák termesztése még bizonytalanabbá vált. Én egyelőre úgy nézem, hogy a dohány még mindig érdemes termeszteni. Mellesleg még azt is, ahogy látom, nyilván, hogy egy kicsit úgy szarporodnak is lassan a termelők, mert azért csak az a portéka a dohány még mai napig is, amiben azért pénzt lehet várni, többé kevésbé. Amennyiben marad a kedvező időjárás, jó termés várható és elégedettek lehetnek a gazdák.